Nagyjából 45 évvel ezelőtt elkezdtek egy álmot Fehérváron, ezt nevezték Fehérvári jégkorongnak. 15 évvel ezelőtt ezt folytatták egy következő állammal, ez az Osztrák Liga volt, most pedig jött volt a bajnoki döntő. Mit is kívánhatnánk, mint hogy ezen a fejlődés ütemben tudjunk tovább menni. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Cserpalkovics András a bajnoki ezüstérmes Hidrofehérvár OV19 csapatát, valamint az ünneplésükre összegyűlt tömeget csütörtök este a Hotel Magyar Király előtti téren. A csapat a szurkolók szerint is páratlan teljesítményt nyújtott az Osztrák Jégkorong Ligában elért második helyezéssel. Ez a mi bajnok csapatunk, teljesen mindegy, hogy milyen színe van annak az éremnek, a bajnok csapatunk az Fehérvár. Gál Péter Pál, a klub elnöke a szezon elején még nem gondolta volna, hogy ekkora ünneplésben lesz majd részük a menetelés végeztével. Bár tudtuk azt, hogy megvan ebben a csapatban a lehetőség és a potenciál, szerencsére most olyan legodarabok is a helyükre kerültek, amitől aztán ilyen csodálatos szezont futottak a srácok, és elérték azt, hogy jövőre már az európai hoki elitben is meg tudják mutatni magukat. A játékosok számára is hatalmas élményt jelentett a szurkolók feléjük áradó szeretete, valamint a hétfőn véget ért szezon élménye. Egy olyan dolgot értünk el, amit előttünk még senki se. Nyilván jó lett volna meccseket nyerni a döntőben is, de ez most így alakult. Reméljük, hogy lesz még rá lehetőségünk a jövőben ezt megvalósítani. A közös ünneplés keretében a játékosok autogramot osztottak a szurkolóknak, valamint közös fotó, illetve selfie készítésére is lehetőség volt a város új hőseivel.